Ráadás estét tartották szerdán a Vers a víz fölött sorozatnak. Eltértek a hagyománytól, nem egy házigazdája volt az estnek, hanem valamennyi házigazda felsorakozott, hogy utoljára vendégül lássák az irodalmat és a színházat kedvelőket. A Jókai Színház társulata nagy tiszteletet érdemel, hiszen nyári szabadságukat, a pihenésre szánt időt kellett feláldozniuk, hogy a vízi színház programokkal teljen meg. Így nyaralás helyett Szarvasra jöttek, hogy a közönség a lehető legjobbat kaphassa. Mikor elment volna mindenki pihenni, akkor az igazgató bejelentette, hogy na gyerekek, akkor most megyünk tovább. És itt 20-30 ember folyamatosan dolgozott. A fénypultba, a takarító fülkébe, a színpadon, a háttérbe, a jegyirodába nagyon sok embernek nagyon sok munkaórája van ebben. A szabadságának a rovására, a pihenésének a rovására, de egyöntetűen úgy döntött a társulat, hogy tegyük bele ezt az energiát, ez egy befektetés, hiszen ez 2 év múlva, 3 év múlva meg fog térülni. A Békés megyei Jókai Színház társulatának java tiszteletét tette a szerdai estén, hiszen búcsúzik a közkedvelt Vers a víz fölött programsorozat. Azért vonultunk ki, hogy megköszönjük Szarvasvárosnak, megköszönjük Szarvasváros lakosságának, hogy egy csodába vitt bele bennünket. Megköszönjük azoknak a házigazdáknak, akik nagyon komolyan vették az ő feladatukat, sütöttek, főztek, pogását hoztak, itt voltak, felkészültek, elhívták a barátaikat, és lehetővé tették azt, hogy az a fajta most már szarvasi csodának hívott történés megtörténjen, amiről most már mindannyian tudunk. Több száz ember 40 estén keresztül verset hallgatott a vízparton, ilyet Magyarországon még nem írtak be a kalendáriumba. Borítékolható volt, hogy a közönség megbarátkozik a vízi színház hangulatával, de a verses esték sikerén a szervezők is meglepődtek. Abba bíztunk, hogy 3 év múlva el fogunk oda jutni, hogy a nagy rendezvényekre, a nagy műzikelekre, a nagy zenés előadásokra célt irányosan ide fognak érkezni az emberek. Azért fogják Szarvast választani úti céljuknak, hiszen itt eltölthetnek 2-3 napot, és közben megnézhetnek egy nagyszabású zenés produkciót, de azt álmunkban nem gondoltuk volna, hogy egy intim estér, egy csendes, visszafogott, vershallgatásos estér valaki elindul az ország túlsó végéről. Szüksége van erre az embereknek. Eleinte voltak olyanok, akik nem fűztek túl sok reményt a vízi színházhoz, negatív képet festettek róla, ám ezek a hangok sokat halkultak, illetve el is némultak, mikor szemmel láthatóvá vált a siker. Én nem találkoztam negatív hanggal, hál' Istennek én mindig arra járok Szarvason, ahol nekem gratulálnak, és ahol megsimogatják a buksimat. Hiszem, hogy Szarvasváros egyértelműen mellé állt ennek az ügynek, és lehet, hogy már többször elmondtam, de muszáj mindig kifejeznem, hogy nem találkozok olyan emberrel, aki ne érezni magáénak ezt a színházat. Úgy jön, mintha hazajönne, úgy mutatja meg a partnereinek, a barátainak, mintha a saját házát mutatná meg, úgy ül le, mintha otthon ülne le, úgy hagy rendet maga után, és úgy viselkedik, mintha otthon lenne. A versek varázsa az egyik tényező csak az estek sikerénél, a másik maga a környezet, ami a szarvasi körös holtágat az új színházzal jellemzi. Ez az építmény, ez a háttér, a víz, a csend, a fák a háttérben egy olyan közeget biztosítanak, ahova jó kijönni, jó leülni. Legalább 30% a hangulat, hogy találkozhatunk. Az emberek rászoktak arra az ízre, hogy milyen jó találkozni, milyen jó integetni egymásnak és együtt szépen hazamenni. Legalább 15% a büszkeség, hogy meg akarom mutatni másoknak is, hogy nekünk mi van. Szerintem ezekből a tényezőkből áll össze a végén az egész 100%. A Vers a víz fölött során színészek olvasták fel kedvenc verseiket, versrészleteiket, majd ezeket a felolvasásokat énekkel, zenével fűszerezték. A tálalást a házigazdára bízták, aki meghívhatta barátait, ismerőseit és megvendégelhette őket. A jó hangulatban telt esték lezárásaként fordítottak a dolgon, és a vendégeket kérték arra, írják meg, mi az ő kedvencük, mit szeretnének még hallani a művészek tolmácsolásában, és így született a búcsúest, ami a kívánságokat teljesítette. Fantasztikus élményben részesítettek minket, és ha valaki azt mondja Magyarországon, hogy minden baj nyomor mellett, nincs igényünk a kultúrára, a szép estére, a baráti készfogásra, összekacsintásra, a mosolygó arcra, akkor az nagyon téved. Most van nagyon szükség. Összefogásra is, meg barátságra is. Hölgyek, urak, adja a Jóisten, hogy hosszú időn keresztül csinálhassuk együtt. A Cervinus Teátrum, a Jókai Színház, a társulat kitűnő és kiváló művészei, és mi együtt szarvasiak.